Németország az ígért tankokat időben, március végén, április elején leszállítja Ukrajnának. Jelentette be Stefan Gebesreit a német kormány szóvívője tájékoztatóján. Számolt be az Ukrimform. A német kormány szóvívő elmondása szerint Berlin folytatja a tárgyalásokat partnereivel a tankkoalícióhoz való csatlakozásról, ugyanakkor a kormány tétovázásait azzal magyarázta, hogy mind a mellett garantálnia kell saját és a NATO biztonságát. Az alapelv továbbra is az, hogy Ukrajnának széles körű segítséget kell nyújtani az országok lehetőségeihez mérten, hangsúlyozta a Arnaud Arno a Védelmi Minisztérium szóvivője elmondta, Németországon kívül Lengyelország és Kanada, Portugália, Hollandia és Dánia is készen áll Leopard egy tankok átadására. Belgium is egyértelművé tette, hogy részt vesz az akcióban. Kolac hozzátette, nem feltétlenül harckocsik átadásáról van szó, a csomag része a lőszer és alkatrészellátás, valamint a személyzet kiképzése is.